Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a heti mozaikot, a Kistelek Városi Televízió magazin műsorát látják. Mai műsorunkban fény derül az idei pünkösdi király kilétére, hasznos információkat kaphatnak a hipertónia kezeléséről, és megtekinthetik a Református Egyház pünkösdi miséjét. Tartsanak velünk! Május 17-e a hipertónia világnapja. A hipertónia, amelyet a köznyelvben magas vérnyomásnak hívunk, 2,5 millió embert érint Magyarországon. A kezeletlen magas vérnyomás növeli a létfontosságú szervek károsodásának az esélyét, és akár szívinfarktushoz, szívbénuláshoz, vesekárosodáshoz is vezethet. A megelőzésről és kezelésről dr. Lőrik Aliz csengelei házi orvost kérdeztük. Május 17-én tartják a hipertónia világnapját. Hipertónia magas vérnyomás betegségéről szól. Mi számít magas vérnyomásnak? 18 és 65 év között 120-129 szisztolis vérnyomás érték és 70-79 higanymilliméteres diasztolis vérnyomás értéket tartunk normális értéknek. 65 év felett természetesen ez emelkedik, és 130-139 között, illetve 70-79 közötti higanymilliméteres értéket tartunk normálisnak. Magyarországon több mint 2,5 millióan szenvednek hipertóniában. Hogyan előzhető meg ez a betegség? Valóban a hipertónia népbetegség. Hazai adatok szerint a felnőtt lakosság 35%-a érintett ebben a betegségben. Hajlamosító tényezők szerepelnek a kialakulásában ennek a betegségnek. Vannak, amiket nem tudunk módosítani. A kor előre haladtával fokozatosan növekszik a hajlam, illetve genetikai adottság is befolyásolja ennek a kialakulását. Az életmódi tényezőkkel viszont tudunk a kialakulásán módosítani. Életmódi befolyásoló tényezők közé soroljuk az elhízást, a túlsúlyt, a fokozott kalóriabevitel, szénhidrátdús táplálkozást, rendszeres alkoholfogyasztást, a dohányzást is ide sorolhatjuk, a cukorbetegséget is ide sorolhatjuk, a stresszes életmódot is ide sorolhatjuk. Ezeknek a mérséklésével tudunk a kialakulásában tudjuk a kialakulását csökkenteni. Ha már kialakult a hipertónia, akkor hogyan lehet ezt kezelni? A magas vérnyomás nagyon gyakran már akkor megvan, amikor tünetmentesek a személyek, a betegek. Ezért nagyon fontos mindenki számára, hogy rendszeresen vérnyomást mérjenek otthonukban, illetve fontos, hogy rendelőbe is eljöjjenek rendszeres vérnyomásmérésre. A vérnyomásmérések lehetnek esetiek, és lehetnek folyamatos vérnyomásmérések. Az eseti vérnyomásméréseknél egy-egy vérnyomásérték, illetve egymás után mért kettő vérnyomásérték átlagából tudunk következtetni a betegségre. Ha szükséges, akkor pedig 24 órás vérnyomásmérő használatával, 24 órás monitorozással tudjuk megállapítani, hogy van-e egy kialakult betegsége az illetőnek. Nem csak időskorban, hanem már a fiataloknál is jelentkezik ez a betegség, ezt elmondhatjuk? Igen, manapság egyre többet találkozunk gyerekkorban és fiatal serdülőkorban is betegség kialakulásával. Ez az elhízott társadalom miatt túlsúllyal rendelkező gyerekeknél nagyon gyakori. Milyen tünetekkel jelentkezik a hipertónia? Vérnyomás mérésnél kettő értéket kapunk. Az első értéket szisztolis értéknek nevezzük, a második értéket pedig diasztolis értéknek. Ezt együttesen kell az értékelésnél figyelembe venni. Az első érték az azt mutatja meg, hogy a szív összehúzódásakor az artériák falára a vér milyen nyomást fejt ki, a második értéknél pedig a szív elernyedésekor az artériák falára a vér mekkora nyomást fejt ki. Szóval együttesen kell értékelnünk. Hogyha magas vérnyomás értéket mérünk,
de egyébként tünetmentes az illető, akkor érdemes újra megmérni a vérnyomását, és minél hamarabb felkeresni a házi orvosát, belgyógyász vagy kardiológus szakorvos kezelő orvosát. Ezek a 140 fölötti, illetve 90 fölötti vérnyomásértékeknél már megfontolandó teendők. Ha extrém magas, a súlyos magas vérnyomás értékét, 180 vagy a fölötti szisztolés értéket, illetve 110 vagy a fölötti diasztolés értéket mér a páciens, és mellette hirtelen fellépő tünetek is jelentkeznek, mint például fejfájás, mellkasi fájdalom, szédülés, hirtelen látásromlás, akkor azonnali egészségügyi segítséget szükséges kérniük. Vérnyomást otthon is mérhetünk magunknak. Hogyan tegyük ezt? Milyen szabályok vonatkoznak a helyes vérnyomásmérésre? Helyes vérnyomásmérést megelőzően 30 perccel már nem javasolt alkoholfogyasztás, nem javasolt dohányzás, nem javasolt koffeintartalmú italok fogyasztása. Maga a vérnyomás mérés előtt 5 perccel célszerű nyugalomba helyezni magunkat, egy ülő helyzetet felvenni, ahol meg van támasztva a betegünk háta, az alkart megtámasztva kell tartani, nem keresztezett lábakkal célszerű ülni. Ezután nem szabad már beszélgetni a pácienssel, és megtörténhet a vérnyomásmérés. Egyszerű vérnyomásmérés után 1-2 perc várakozás után egy ismételt mérés szükséges, és a kettő mérés átlagát célszerű venni, azt rögzíteni, akár vérnyomás naplóba, és ezt bemutatni a kezelő orvosnak, a magas értéket tapasztalt. Hipertónia milyen betegség kockázatait hordozza magán? A hipertónia a szív- és érrendszeri betegségek egyik legfontosabb rizikótényezője, így a halálokok másodlagos kiváltója. Nagyon sok társbetegség kapcsolódhat magas vérnyomás betegséghez, ilyenek a kettes típusú cukorbetegség, az alvási nehézségekkel járó betegségek, vagy agyi keringési zavarral járó betegség, szívbetegség, vesebetegség, mind-mind fokozza és súlyosbítja a szív-érrendszeri betegségeknek a kialakulását, illetve kimenetelét is, így a halálozás növeli. Jó, megy le. Idén is pünkösdi programkavalkáddal várta a látogatókat az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark. A hosszú hétvégén számos érdekes programon vehettek részt a látogatók, míg pünkösd hétfőjén a hagyományoknak megfelelően a pünkösdi király kilétére is fény derült. Igazi pünkösdi kavalkáddal, programokkal készültek itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba. Mivel találkozhatnak a kilátogatók? Tulajdonképpen a pünkösd a második legnagyobb ünnepünk, ugye a húsvét után. Azt is mondhatom, hogy ezzel nyitjuk meg igazából a nyári szezont szinte. Igazából mi felelevenítjük a délalföldi hagyományokat, néptánccal, népzenével, pünkösdi vigasságokkal. Talán a legérdekesebb a pünkösdi királyválasztás, hiszen elmondható, hogy talán egyedül az országban, mi itt nem egy előre megtervezett programmal várjuk ilyenkor az ideérkezőket, hanem valóban a környékbeli lovasok érkeznek és megmérettetik erejüket. Itt nagyon fontos, hogy nem, a ló és a lovas olyannyira össze van szokva, hogy számos ügyességi gyakorlatot kell, hogy végrehajtsanak, és valóban megmérettetik, mint a régi időben, hogy ki a legény a gáton. De annak idején a pünkösdi királyt meghívták minden ünnepségre, és a kocsmában is ingyen ihatott. Mi ezt úgy próbáljuk fel eleveníteni, hogy a pünkösdi király egy éven keresztül ingyen látogathat el az emlékpark összes rendezvényére. Ugyanakkor felelevenítjük a pünkösdi királyné választást is. Ez egyébként egy régi néprajzi hagyomány itt a délalföld, meg talán szokásban van itt a környékben is. Igazából ez a kicsinyeknek egy játékos pünkösdi királynő választása. Itt egy gyermek pünkösdi királynőt választanak, de ezt is felelevenítjük, és ezt is a környékbeli gyerekek mutatják be nekünk minden évben. Ilyenkor számos kézműves foglalkozással, egyéb hagyományos programmal, a néphagyományok megelevenítésével is várjuk a kedves látogatókat.
mekkora látogatottságra tudnak ilyenkor számítani a pünkösd hétvégén? Sok turista látogat el ilyenkor az emlékparkba? Ez általában időjárás függő, hiszen azért ezek szabadtéri rendezvények, de amikor ilyen szép és jó idő van, mint ma is, akkor több ezeren jönnek el ilyenkor az emlékparkban. És kicsit visszatérve a mai nap menetére, mivel találkozhatnak még ide a kilátogató családok? Ugye vannak itt kézműves vásárok, van egyfajta színház is, erről lehet tudni valamit? Persze, itt is egy régi néphagyományt elevenítünk meg, Bocka János utcaszínháza egyébként, amely a régi vásári komédiások, kikiáltóknak tulajdonképpen a megelevenítése. Nagyon szeretik az ide érkező látogatók, hiszen nagyon kevés helyen lehet már ezzel találkozni, főleg vásárokban. Mi az a bátor fiatal ember, aki hajlandó lenne? Egy fiú kéne hozzá. Fiúk szégyenben maradnak, mert lányok jelentkeznek. Ki az az egy fiú? Lányok jelentkeznek? Egy igazi medvevadászra van szüksége. Én. Gyere, te vagy az. Gyere. Te vagy az. Miki kollega. Miki Egér, Miki kollega. Itt van a névjegykártya a gyerekek. A nevét már nem fogja elfelejteni. Mikit én ha jól vette is. Mikit is tapsoljuk meg, úgy mind a többiek. Jó, Miki, ők a családod? Igen. Szereted őket? Igen. Most ugye ki fog derülni, hogy ők is szereteket. Mert megmondom, hogy érdemes-e velük hazamenni, vagy sem, jó? Azért figyelj, apának odaadom a stukkert. Hát, ha véletlenül elszabadul a medve, akkor még apa menthet a helyzetet ők. Ő az apa. Ki a családod? Hát előbb is itt elkezdtem tavaly. Ja, ő az az. Jó, de nézzem őket, hát marha jó. Várj, most ez egy genetikai vizsgálatot nem kell végezni, ugye? Találkoztak eddig? Nem. Itt az alkalom, mutatkozzon a messze. Mikikém, jól van, félrenéztem a dolgot, én néztem el. A kedves szülő. Az marha jó, mert kézzed, ha ők visznek az alkalom. Bízunk benne, hogy velük hazamész, jó? Oké? Mert először szurkolni kell, hogy hajrá, Miki! De először csak a család. Hajrá, Miki! Hajrá, Miki! Bátrabban mi gondolkodunk. Még egyszer, kicsit határozottak, hogy Miki. Hát, hány éves vagy komán? Nem. Ennyi? Nyolc? Nyolc. Figyelj, nyolc éves vagy. Ilyenkor még érdemes hazamenni. Na, nézzük a szülőket. Hajrá, Miki! Hajrá, Miki! Jó, szerintem hazamehetsz velük. Támogatom a dolgot. Jó? Apa meg remélem jól lő. Hazamehetsz, ha véletlenül a medve elszabadul. Én arra fogok menekülni, már a kerítésen csináltam egy nyílást. Tehát én könnyen megyek. Mindenkinek minden jót, hogy könnyen menjél szemben. Na, Mikikét! Odaadom neked János Vitéz szabjáját, jó? Figyelj ide! Gyere ide, nézd ide! Ide kell állnod. A medve itt jelenik meg a kapu fölött. Amikor meglátod a medvét, de csak akkor, így rácsapsz a kapura, jó? Így győzöd le. De! Ha előbb ütögeted, véletlenül elrontod, apa viszi, azaz kihavítja. Gyors mostába küldi utánam nagyvázomba, jó? Na figyelem, figyelem! Miki, tehát 8 éves medvevadász. Honnan jöttél? Szegedről. Szegedről. Emlékszik erre a 4-5 évvel ezelőtt homoki medvére, amelyik leszaladt ide Szegedig? Ugye? Átúszott a Tiszán Szolnoknál, szár idáig szaladt. Tipikus a homoki medve, különösen kegyetlen fajta. No! Javaslom, hogy mindenki szurkoljon, mert ha medve győz, holnap reggel ez lesz az újságok címlapja. Minden olyan szépen indult ópuszta szerint. Vihar sem volt úgy, mint tegnap előtt. Ám a medve! Valamikor fél, 2 környékén elszabadul. Egyes vidékeken ma is él a pünkösdi király választásának a szokása, többek között ezen a helyszínen is, és nem is tudom, hogy hányféle pünkösdi király választás van ma Magyarországon, de azt hiszem a top 5-ben biztos, hogy benne van az ópusztaszer, tehát ritkán látható események egyike az, hogy pünkösdi királyt választanak, ráadásul Lóhátról. A győztes ugye egy évig ingyen ihatott a kocsmában, neki tartoztak engedelmességgel a többiek, és viselhette a pünkösdi koronát. Uralkodásának rövid idejére utal a pünkösdi királyság kifejezés a gyorsan múló, éppen ezért értéktelen dicsőség metaforáját.
Úgyhogy, hölgyeim és uraim, e között a 9 harcos közül fogjuk ma kiválasztani, hogy ki lesz a pünkösdi király 2024-ben, és engedjék meg, hogy bemutassam a versenyzőinket is, és többek között kezdeném úgy, hogy Tömös András a 2023-as pünkösdi királynak a győztese, felvezette itt a népeket, ő viszont nem fog idén szerepelni, a rengeteg-rengeteg díja után engedi át a fiatalságnak, illetve az utána következőknek a királyválasztásnak a jogát. Engedjék meg, hogy nagy-nagy taps kíséretében bemutassam önöket, önöknek Ribizsár Gábort. Emelte kérlek kalapodat, kezelet, hogy tudják a kedves látogatók, hogy ki is a következő versenyző. Gábor 52 éves, 16 éve lovagol és kihívásból indul, és tavaly is már tiszteletét tette. Következő versenyzőknek is nagy-nagy tapsot szeretnénk kérni, visszatérő vendégünk Kiri Endre. 44 éves, 15 éve lovagol, és ma éppen azt hiszem pontosan 3 hete van alatta ez a ló, úgyhogy a mindenféle hibát ennek a dolognak lehet majd betudni, de remek lovasról van szó, Kiri Endre megugorja Pünkösdi király címet is. Következő versenyzőnk Mészáros László. Nagy tapsot neki, hölgyeim és uraim, mert nem parancsom működik. Mészáros László 17 éves, talán ő a legfiatalabb. 5 éves kora óta lovagol, úgyhogy nagy-nagy tapsot kérünk neki. Tudását össze szeretném érni a többi jelentkezővel, ő még nem indul. A következő játékosunk Mészáros Attila, aki a Mészáros Lászlónak egy éve korábbi hasonmása. Indulni fog, mert megijedt a muzsikusoktól a kicsi kis lova, és ő 10 éves kora óta lovagol, és már is folytatom, csak lapoznom kell. Itt Mészáros Tibor, Zsombor, úristen, hát ezek kik, akiket idejöttek, 13 éves, hölgyeim és uraim! 5 éves kora óta lovagol, 8 év komoly munka van már benne, mások ilyenkor még az óvodába járnak, ő pedig már lovon ül. Nagyon jó! Össze szeretném mérni ő is a tudását a többiekkel, azt hiszem, hogy ennél jobb verseny nincs is. Mészáros János, 43 éves, a következő versenyzőnk. 15 éves kora óta lovagol, és a kérdése az, hogy miért jelentkezett ide, nem másért, mert hölgyeim és uraim, mi meglepő, hogy ő legyen a pünkösdi király, úgyhogy azt hiszem, hogy egy eléggé vérmes egyéniséggel van itt dolgunk, ő még nem indult. Ilyen megmérettetésen. Rabi Tamás a következő versenyzőnk. 33 éves, reggel 8 óta lovagol, 5 éve. Úgyhogy azért indul, hogy lássák, milyen bajusza van eme vidéken, és addig sem hallgatom az asszonyt, hogy merre penderedik a bajuszon. Célom, hogy lassan, kimérten menjünk végig az akadályokon. Ez önmagának a kis leírása volt. Nagyon jó. És a utolsó előtti versenyzőnk, Cseppentő Zsombor, a maga 33 évével. Elmondása szerint 33 éve lovagol, úgyhogy azt hiszem, hogy ez is kikér majd egy misét. Ő is már többször volt pünkösdi király, úgyhogy eléggé rutinos versenyzőnk. És a legutolsó, 9. versenyzőnk pedig Szemerédi Krisztián. Nagy-nagy tapsot kérjük neki. 43 éves, ő 30 éve lovagol. Tavaly, amikor nézőként, segítőként vettem részt, nagyon megtetszett a vetélkedő jó hangulata, és szerettem volna résztvevőként is átélni a vetélkedő izgalmát. Hát azt hiszem, ez záró gondolatként valóban ez is lesz, hogy a vetélkedőnek az izgalmai a tető fokára fognak hágni. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, jaj, sajnos, akkor 8 versenyzőnk lesz. Sajnos az utolsó pillanatban Mészáros Attila, 16 éves, 10 éves kora óta lovagló versenyzőnk, sajnos nem fog most idén indulni. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, akkor 8 versenyzővel vágunk neki e nemes dolognak. Indul egy. Szalagos kapun áthalad. Fordulj vissza. Említettem, hogy az első lónál ki fog derülni, mennyire ijesztőek ezek a szalagok. De is lehet, hogy ide hozzá kell utána.
Itt lóról le. Második oszlopot megkerülve. Itt nagyon fontos az összhang a ló és a lovas között. Látják, nagyon szépen megy a lova Krisztián mellett. Nagyon jó. Nagyon szép fordulást láthatunk. Nagyon szép. Jó. Amint ide ért a két pohárba, a vonal fölé kell tölteni a vizet. Ez nagyon nehéz, mert az ember elfárad, remeg mindene. Megvan? Oké, le a kupa a földre, lóra föl. Jurta kerülésében. Vágta, pad ugratása. Ugrás után, pad. Ugrás után pedig szlalom. Nagyon szép. Szlalom, először a zöld kocsi. Nagyon meredekek egyébként az akadályok, tehát nagyon nehéz, főleg majd a nagy lovakkal bevenni ezeket az íveket. Ilyenkor nagyon jó a kis fordulékony ló. Nagyon szép. Az utolsó kocsi után két fehér vonal között megállás. Két fehér vonal. Nagyon szép. Gyönyörű megállás. Vissza egy kicsit a lovacskát. Nagyon jó. Szalag. Hajba kötés. Hajba. Lóra föl. És a szőnyegen kéne áthaladni. Egy pata érjen a szőnyegre. Hajlamosak átugrani. Megvan. Nagyon jó. Utána megfordulsz a fokos kivétele a kosárból. Nagyon szép, és itt a bugyor már ide van helyezve középre. Rád bízott tempóban a lemelet. Ez is elég ijesztő. Ez az idehozod, lehetőleg ne a hangszerekre dobd le. Nagyon jó, le, bot kézbe, le, nagyon jó, tökéletes. Akkor innentől kezdve ezt várjuk el. Plusz pont, karikaszúrás. Nagyon jó. Karikák és a bot kosárba való juttatása. Ez is elég nehéz feladat, mert közel is kell menni. Nagyon jó, megvan. Szalag. És három kört kérünk. Indul a kör. Itt nagyon nehéz tartani a vonal. Egy. Nagyon szép. Kettő. Nagyon szépen feszül a szalag. Három, elengeded és főbe, nézők előtt vágta ki. Nyújtta megkerülés, szalom, és a lényeg. Nagy-nagy a tapsot szeretnék kérni, és akkor hajtsuk meg ezt a lovat. Hőgémésügyeim, Szemeki, Krisztián, 43 éves. Csilla pedig jobbára, azt hiszem, hogy feladta. Nagyon jó. Fokos felvétele a kosárból. Magasabb lóról egyre nehezebb, majd lesz még lóunk. Jó, és akkor a fokossal a bugyor felvétele tetszőleges tempóban. Jó. Nagyon jó, biztosan megyünk. Idehozod a fokos bugyrot, lerakod, nem kell vele rakni a kosárba, és fogod magadnal a botot. Lándzsaszerű botot, nagyon jó. Karikaszúrás. És a karikák és a bot kosárba való juttatása a vége. Jó, visszafordul. Nagyon jó, mert ugye, ha nem szúrja le, akkor az 5 másodperc, most ez nem tudom mennyi volt. Igazából egy minden lovasnak különben kihívás, hogy ezeket meg tudja csinálni. Jó, kosárba bele a bot és a két karika. És utána szalag, második piros oszlophoz kéne, hogy gyere. Piros oszlop, fordulj, még egyszer szalagos kap, úgyis jó. És három kört kérünk. Jó?
Nem feltétlenül kell feszülni egy kör, de a föntről való csavarást azt nem fogadjuk el. Kettő. És még egy, és miután megvan, most indulhat a kifele vágta. És nagy tapsot kérünk Gábornak a Holló nevű dumának. Csoda parikán, gyerünk, hajtsd meg a végét. Ami a csöpön kifér. Azt hiszem. Nagyon jó. Jaj, megvan. Oké, ne hozzak. Lerakod, és a botot kézbe veszed. Úgy, nagyon jó. Karikaszúrás. És a karikaszúrás után a karikákat is, és a botot is a kosárba kellene visszajuttatni. Nagyon jó. Nagyon jó, megvan. Szalag, piros oszlop, szalag. Három kört kérünk az oszlop körül megtenni. Egy. Így nehéz lesz a három. Kettő. Három, és nézők előtt kivágta. Elbeszélgettek? Jó, szőnyegen kéne áthaladni. Egy pata érje a szőnyeget. Egy. Nem látom a többit, de szerintem kettő is van. Jó, fokos. Na, ha erről a nagyból előre a fokos, akkor egy nagy tapsot kérünk. És mindjárt megvan a harmadik, és utána nézők előtt vágta ki a palánk. Szalompálya közepén. Na, és akkor hölgyeim és uraim, nagy-nagy tapsot szeretnék kérni Kiri Endrének és a 17 éves Szikrának, egy Lipicai Szürkének, aki végigvágtázza most ezt az egyenest így a végére, és azt hiszem az óra stopper áll. Készen is. Nagyon jó, fokos! Mehetsz lépésbe, és oda kiveszed, nagyon jó. Itt a bújrot felemeled, itt van középen. Tetszőleges tempóba. Ez az, keresztbe. Ügyes vagy. Nagyon jó. Egy próba volt, még van kettő próbád. Nagyon jó, ide hozzánk. Nem maradt közöd irányítani. Jó, itt lerakod, és a botot kivéve ragd le. Csak ragd le a karánnál. Úgy, botot kiveszed a kosárból, és karikaszúrás. Nagyon jó, karikák. És a karikákat be kell juttatni a kosárba, illetve a botot is. Ez az, megvan, és a szalag fordulni. Ez az. Nagyon jó. Nagyon jó. Ugye? Jó, és az utolsó kocsi után fordulsz, és a két vonal között meg kell állni. Jó, ide két fehér vonal,
Nagyon szép volt a szlalom. Megállsz lóról le. Szalag. Indulhat. Szalagos kapu. Aztán figyelni kell majd. Nagyon jó. Ide jössz hozzánk a lótához. Leszállsz a lóról, kupa kézbe. Jó. Második oszlopot megkerülve visszajössz majd hozzánk. Nagyon szépen követő is a lógazdája. Egy kopán egynek. Fordít, azaz nagyon jó, gyertek. Jó, és ahogy visszaért a pohárba, a vizet két vonal fölé kell tölteni. Elfáradt. Fölé, vissza, oda is vissza, te is jobbra, balra, le a földre, óra fel. Jurtát megkerülve, padugrása, ugratása. Ez az. Pad. És pad után pedig a slalom következik. Nagyon szép. Slalom, gyorskocsi az első. Az évekre vigyázzál. Nagyon szépen fordul. Nagyon jó. Az utolsó kocsi megkerülésével a két fehér vonal között kell megállni. Két fehér vonal, stop. Jó, lóról le, szalag. A hajába, nem látom. Jó, lóra fel, szőnyeg. Szőnyegen áthaladás, utána pedig a fokos jön. Ez az, meg volt, nagyon jó fokos. Fokos kézbe, bugyol fel. Jó, bugyot ide hozzánk, és a fokos is lerakod. Bot kézbe, két karika szúrása. És a karikák és a bot kosárba juttatása. Egy. Kettő, kosárba rakod, nagyon jó, megfordulsz, kisávajsa, kis idő, kézbe, csalag, három kör, fuss már oda teker. Egy, kettő, és három, és kivágta, nézzük el, hogy Egyéni szüleink Csepető és Ugratáját. Köszönöm a 14 éves Győri Lovának. Régen a pünkösdi király minden rendezvényre hivatalos volt, minden esküvő lakodalmon részt vehetett, és ingyen fogyaszthatott a kocsmába. Mi ezt úgy szeretnénk az idén egy picit megeleveníteni, hogy a pünkösdi király egy éven keresztül ingyen jöhet az emlékparkban, és ingyen jöhet hozzánk minden rendezvényre is természetesen, úgyhogy sok szeretettel várjuk, és izgatottan várjuk, hogy ki lesz a pünkösdi király. És minden versenyzőnek szeretném megköszönni, hogy eljöttek ide, és megmérettették egymást, és ahogy láthattuk, minden lovas profi volt, és a lovak és a lovas és a ló együtt dolgozása, együtt mozgása, én azt gondolom, hogy megmutatta, hogy minden versenyző szívből jött ma el ide, és tulajdonképpen nem is az a fontos, hogy ki lesz a pünkösdi király, hanem az a fontos, hogy ezt a hagyományt itt meg tudjuk őrizni a Lópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkba, és természetesen önöknek, kedves vendégeim, is szeretném megköszönni, hogy eljöttek ide hozzánk, hiszen ez a mi munkánknak a gyümölcse. Ugye több rendezvénnyel készülünk minden évben, de én azt gondolom, hogy a húsvét és a pünkösd egy olyan kiemelt rendezvényünk, ahol mi is szívvel, lélekkel készülünk, hiszen ez a magyarság számára
nagyon fontos egyházi ünnep, de igazából azok a népszokások, amik ezek az egyházi ünnepekben fellelhetőek, talán még a kereszténység előtti korra, a honfoglalás előtti időszakra vezethetők vissza. Ezért itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, az első országgyűlésünk helyszínén igyekezünk megőrizni ezeket a hagyományokat. És természetesen tisztem és kötelességem, hogy munkatársaimnak is megköszönjem, akik ezt a vetélkedőt megszervezték. Én nagyon szépen köszönöm Dömös Ancsának, a főszervezőnek, Kremper Attilának, Dömös Ajsának, Patyi Zoltánnak és zenekarának, Rab Irisnek és természetesen Radvánszki előtt kollégánknak, hogy ezt a versenyt ma megrendezték nekünk, és egy ilyen kellemes délutánnal tölthettük el az időt itt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, és természetesen köszönöm Kodács Emese Csengele marketing vezetőnknek, aki tulajdonképpen az egész rendezvény házigazdája és motorja is egyben, úgyhogy köszönjük szépen neki is. És hát most én is kíváncsian várom, hogy ki lesz a pünkösdi király, mert most már csak a díjátadók jönnek, ezért visszaadom a mikrofont Kremper Attilának. Hát hölgyeim és uraim, én már tudom, hogy ki lett a győztes, de engedjék meg, hogy az összes lovast köszöntse akkor a Kertész Péter ügyvezető igazgatónk és a pályának a megalmodó Dömös Anikó és a Dömös Anikónak a lánya Dömös Ajsa. Úgyhogy kedves lovasok, hogyha a gratulációt követően nem szeretnétek ezzel a zacskó borra itt úgymond szerencsétlenkedni, nyugodtan adjátok vissza, így meg fog várni titeket a jurtánál. Hölgyeim és uraim, nagy nagy tapsot szeretnék kérni akkor a 8 lovasnak, meg most ügyvezető igazgató úrunk Kertész Péter gratulál. Tehát Szemeridi Krisztiánnak nagy tapsot kérnénk, Rigizsár Gábornak nagy tapsot szeretnénk kérni, Mészáros Jánosnak nagy tapsot szeretnénk kérni, Rabi Tamásnak nagy tapsot szeretnénk kérni, Kiri Endrének még nagyobb tapsot szeretnénk kérni, Mészáros Gibor Zsombornak nagy tapsot szeretnénk kérni, Mészáros Lászlónak is nagy tapsot szeretnénk kérni, és az utolsó sorban az utolsó versenyző Cseppentő Zsombornak is nagy-nagy tapsot szeretnénk kérni. Közben ugye kialakultak itt az időrendi sorrendek, és a 8. helyen végzett 12 perc 20 másodperccel Rabi Tamás, úgyhogy nagy-nagy tapsot szeretnénk kérni. Ezt rögtön egy 5 perccel, egy 7 perc 20 másodperces idővel Kiri Endre követte, nagy tapsot szeretnénk kérni. 6. helyezettünk lett Mészáros Tibor Zsombor 6 perc 20 másodperccel. Az 5. Rigizsár Gábor 5 perc 21 másodperccel. A 4. helyezettünk lett, aki lecsúszott a dobogóról, Mészáros László 5 perc 04 másodperccel. És hölgyeim és uraim, 2024 bronzérmese a pünkösdi király választáson, Mészáros János 4 perc 19 másodperccel. És aki egy körülbelül, hát nem is tudom jól, körülbelül egy ilyen 30 másodperccel rosszabb időt ment, mint az idei 2024-es pünkösdi király, a 2. helyezett Szemerédi Krisztián, nagy tapsot szeretnénk neki kérni. Tehát kizárásos alapon szerintem nem nagy meglepetése, a 2024 pünkösdi királya 3 perc 18 másodperccel Cseppentő Zsombor lett, nagy tapsot szeretnénk neki kérni. Büszkén jöhet majd minden alkalommal ide be hozzánk, ingyen. És még kapott kis aranypatkós lovasboltból egy kis ajándékutalványt is. Nem kevesebb, mint 80 ezer forint értékben, úgyhogy hölgyeim és uraim, 2024 pünkösdi királya, Cseppentő Zsombor. Nagy-nagy tapsot szeretnénk neki kérni. Cseppentő Zsombor van itt mellettünk, aki megnyerte a pünkösdi király választást lovával. Mit lehet tudni erről a lóról? Arany, a neve 14 éves, egy helért a haltekke vérségű ló.
87,5%-os, hát most már egy 10 éve dolgozunk együtt, és ennek az eredménye gyümölcsét lehetett most látni igazándiból. Ez egy lovas ügyességi verseny volt, nagyon fontos a ló és a gazdája közötti kapcsolat. Hogyan lehet készülni egy ilyen versenyre? Hát úgy, hogy megnézzük a tavaly gyakorolt feladatokat, és akkor azokat ismételgetjük, bepróbálgatjuk. Igazándiból mielőtte valamennyi lovas bemutatót is csináltunk, tehát a karikaszúrás az már úgymond ismerős volt, de azért egy-két hetet úgy szépen minden nap kijártunk, és akkor egyesével legyakoroltuk, amik ismerősek voltak tavalyról. Pünkösdi királyi cím hatalmas elismeréssel jár. Hogyan fog ünnepelni a mai napon? Hát még meglátjuk. Megpróbáljuk teletölteni valahol a korsót, aztán a legjobbakat reméljük az estével kapcsolatban. És kicsit már előre tekintve a jövő évre, tervez nevezni? Igen, igen, reméljük, hogy itt leszünk. Hogyha itt leszünk, mindenféleképpen szeretnék jönni, berángatni az előző bajnokot, aki már 8-os pünkösdi király, és vele szembe is megméretőzni. Szeretnénk mindenféleképpen. A pünkösd az egyház születésnapja. A következő percekben a református egyház ünnepi, pünkösdi istentiszteletét tekinthetik meg. Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi atyától, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 96. Zsoltárunk első verszakát. A 96. Zsoltárunk első verszakát énekeljük. 96. Zsoltárunk első verszaka így kezdődik. Énekeljetek minden népet, új éneket az
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön a Szent Háromság, egyhő és igaz Istenünk. Amen. Kedves testvéreim, hadd olvassam Istenünk igéjét, úgy, ahogy az írva található Esdrás könyvében, Esdrás könyvének 9. fejezetében, a 6. fejezettől, 6. verstől a fejezet végéig. Tehát Esdrás könyvének 9. fejezetében, a 6. verstől így szól hozzánk az Úr igéje. És ezt mondta: Én Istenem, szégyellem és ártalmam felmerni, én Istenem az én országomat, te országát. Mert a mi álomságaink felül haladtak fejünk fölött, és a mi vétkeink mindaz így nevekedtek. A mi atyáink napjaitól fogva nagy vétekben vagyunk, mi mind a mai napig. És a mi álomságainkért adattunk valami, a mi királyunk és a mi papjaink a földi királyok kezébe. Fegyver állt a rabságra és rabolványra, és osztott nyugulásra, amint ez a mai nap is. És most nem sok ideje, hogy az Úr, ami Istenünk rajtunk könyörül, hogy hagyjon mindenkinek maradék, és hogy adjon nékünk egy szeget az ő szent helyén, hogy így megvilágosítsa szemeinket, ami Istenünk, és hogy megelevenítsen bennünket egy kissé, ami szolgaságunkban. Mert szolgák vagyunk mi, de szolgaságunkban nem hagyott el minket a mi Istenünk, hanem hozzánk fordítál irgalmasságát Perzsiának királyai előtt, hogy megelevenítene bennünket, hogy felemelhessük a mi Istenünk házát, és megépítessük annak romjait, és hogy adjon nékünk bátorságos lakást Júdában és Jeruzsálemben. És most mit mondjuk, ó mi Istenünk, mindezek után? Azt, hogy mi négy is elhagytuk parancsolatait, amelyeket parancsolatára szolgáljuk a proféták által mondván. A föld, melyre bementek, hogy bírjátok azt, tisztátalan föld. A tartományok népeinek tisztátalansága miatt, utálatossága miatt nekikkel betölték az egyik végétől a másik tisztátalansága. Annak okáért lányaitokat ne adjátok az ő fiaitok és az ő lányaitok, ne menjétek fiataknak, és ne keressetek a barátságokat, sem jogokat soha, hogy megerősödjetek és éljetek a földi javaival, és örökségképpen adhassátok az fiaitoknak mindenkit. Mindezek után pedig, amik ránk jövőnek, gonosz cselekedeteinkért és nagy védünkért, hiszen te, mi Istenünk, jobban kedveztél nékünk, semmint bűneink miatt érdemeltük volna, és halált nékünk a maradékot. Hát megkötjük mi Isten parancsolataidat, és összeházasodunk ehhez utálatos népekkel. Nem fogsz-e haragudni ránk mindaddig, mint megnézhetünk, hogy sem maradékunk, sem hírmondunk ne legyen. Ó, Uram, Izrael Istenem! Igaz vagy te, mert meghagytál minket maradékjának, mint a mai nap bizonyítja. Ím előtted vagyunk vétkünkben, és nem állhatunk meg előtted emiatt. Isten áldja meg az ő igényét, és annak magyarázatát, gyermekeket elegyünk a gyermekisten tisztelete, itt pedig jöjjön testvéreim, fennállva emeljük a mi szívünket, Urunkhoz és imádkozzunk. Mindenható mennyei Atyánk, hadd boruljunk le most a Te színed előtt. Hadd illessen Téged, ami szívünk hódolata, hadd áldjunk és hadd magasztaljuk Téged, mert Te kegyelmes Isten vagy, aki megkönyörültél még akkor is a Te népednek, amikor elfordultak tőled. Azért magasztalunk Téged, Urunk, mert mi rajtunk és Te tudsz könyörülni, még akkor is, amikor mi is elfordultunk Te tőled. Látod, Urunk, hogy eltelt már jóvá 100 év, Esdrás ideje óta, és mégis az ő szavai, akár ma is csenkednének közöttünk is,
Isten tiszteletünket, szent jelenlétünket. Kérjük, hogy legyél velünk itt ma is közöttünk, dicsőíts meg a te nevedet. Köszönjük, hogy Krisztusért elhallgatsz bennünket. Ámen. Igen, hirdetésre készülve énekeljük a 291. kíséretünk első verszakát. 291. dicséretünk első verszakát énekeljük. A 294. dicséretünk első verszaka így kezdődik. Jézus igazságon, érdekelve várom, áldozó szavát. Szeretett testvéreim, ami keresztjén, légyünk meg a szent.
ismerték, mégsem dicsőítették vagy áldották Istent, hanem hiába valóságokra jutottak gondolkodásukban, és sötétség forgott oktalan szívbe. Ez a természetes, velük született emberi gondolkodás. És ezt a problémát, mert ez egy probléma, ezt a problémát a Szentlélek orvosolja úgy, hogy változást eszközöl a mi gondolkodásunk. Úgyis mondhatnánk, hogy a lélek tanít, és elvezet az igazság meg is megismerését. Ezért hangzik el a felszólítás Péter prédikációra, hogy tudjátok meg, ismerjétek meg, tegyetek szert erre a tudásra, hogy Isten Úrrá és Krisztussá lett Jézus például. Így gondoljatok rá, mert ez a helyes, ez a valós, ez az objektív információ. És a Szentléleknek ez a munkája, ez célt is ér, már a Péter prédikációján keresztül is munkálkodott a hallgatóság. Megfigyelhető nálunk is a gondolkodásnak átfordulása. Például amikor megkérdezik, hogy mit cselekedjenek a Atyám fiai férfiak. Miért nem fel a kérdés? Azért, mert felismerték, hogy az, amit eddig tettek, az nem helyes, nem jó, valami más irányt kellene venni. Eljött ez a fordulat a látásmódjukban, képesek és hajlandóak voltak itt már felülvizsgálni a saját korábbi hozzáállást. És ez alázat is kell az emberek részéről, de Isten lelke munkája kihez. Azt, hogy én is elismerjem, hogy eddig rosszul gondolkodtam Jézusra. Hogy eddig nem hittem, hogy fontos lenne vele foglalkozni, most már viszont tudom, hogy ő az egyetlen üdvözítő. Ezt Isten munkát adja, Isten lelke munkája. Eddig azt gondoltam, hogy elég jó ember vagyok, aki nem szorul rá Istenre, most meg úgy látom, hogy Isten jogosan ítélkezik mind azért, amit tettem, mert számtalanszor megszegtem az a törvényét, és csak az Úr kegyelme az, hogy nem sújtott le rá. Már látom, hogy szükségem van a bűnbocsánatra, ahhoz, hogy ne veszek el. Eddig a bűnt jónak tartott. Jónak rá. Ezután rossz. Lehet, hogy eddig kiválósnak tűnt, mondjuk a kicsapatás. Most pedig a fordulat után gyönyörködött a házassággal, amit Isten adott. Eddig lehet, hogy jó szórakozásnak tűnt, hogyha berúghatok, a fordulat után élvezem a józanság lelkének az ajánlát. És még lehet, hogy soha nem példákat, de a lényeg ez a fajta értelmi fordulat, ezt akartam szemléltetni, amelyet a Szentlélek munkája. Egészen másképp tekintünk dolgokra. És ezt kimunkálta Péter hallgatóságával is, hiszen azt írja itt az ige, hogy elég sokan voltak, akik örömmel vették az ő beszédét és megkeresztelték. És Péter még intetés őket, hogy akkor szakítsátok el magatokat ettől a világtól, tehát az új átformálódott értelmetek szerint éljetek ezután. Munkája bennünk is Isten lelke, hogy megismerjük és elismerjük az igazságot, és egyre inkább mutassuk mindent, ahogy ezt az Úr eljutott. Most tovább lépve, igaz, hogy nem függetlenül ettől, de mégis külön szeretnék kitérni arra, hogy az értelmi fordulat mellett egy érzelmi fordulatot is eredmény ez a Szentlélek munkája. Tehát nem pusztán egy ilyen intellektuális, sima zajló dologról van szó. Itt több ez, mint az információ felülvizsgálása. Amikor Isten lelke munkálkodik az emberben, ott az érzelmi oldalt is komoly behatás ér. Azt írja Péter Munkásdi beszéde kapcsán Lukács, hogy amikor ezeket hallották, akkor a szívükben megesett. A hallgatóság szívében megesett, az új fordítás szerint, amikor ezt hallották, mintha szíven találták a lelkét. Mind a kettő jól érthető, talán az új fordítás kicsit közelebb áll az eredetihez, mert a görög szövegben ez van, mintha szívükben döfnek volna, átszúrták volna a szívükben. Ennyire megérintette őket, amit hallottak. Ennyire megérintette őket az, amit a Szentlélek megvilágosított nekik az igéből, és ennyire szíven ütötte őket az, amit Jézus Krisztus tették. Korábban nem ezt érezték. Akkor lehet, hogy ellenszenvesnek tűnt Krisztus.
hogy nem érzünk szeretetet az embertársaink iránt, sokkal inkább érzünk haragot, sokkal inkább érzünk meglepést, sértettséget, irítséget. Ezek az érzelmények tudnak dominálni. Sokszor még családokon belül, vagy rokonságon belül is jellemző a sértettség, az irítség, meg a harag, a gyűlölködés. Nem szólunk egymásnak. Lehet ilyen tanácsokat hallani, hogy hallgass az érzését, hallgass a szívet. A Biblia alapján azt mondom, hogy csak az ne. Csak az, az érzelmény nem csalnak mi. Ezért mondta egy ige hirdető, hogy ne higgy el mindent, amit érzel. Az érzelmek a legjobb hazuk. Hirdesd az igazságot az érzelmének, és a Szentlélek erejével az igazság meg fogja változtatni az érzelmeket. Ezt mondja a pásztor. A Szentlélek elérte Péter hallhatóságában is, hogy megváltozzon az érzelmek. Elérte az, hogy megszomorodjon a bűnei miatt. Ami előtt egyáltalán nem változott őket. Most így. Elérte, hogy bennük is az váltsanak a szomorúság és fájdalom, ami Istenben is. Ezért hoztam fel egyébként itt az estrásnak az imádságát, mert ott is egy hasonló ilyen megszomorodásról van szó, amikor megint fölismerjük. De hát mit csinálunk? Azt, amit Isten megtudott. Most megint a bűnbe estünk el. És ezt fájra a testrás is, hogy olvastam fel ezt lekciót. És hadd említsük azt, hogy testvérem, ezt nem lehet ezt a fajta érzelmi változást is, mert mi nem szeretünk milyen szomorúak lenni, van egy ilyen általános elgondolás, hogy mindig az örömre vágyunk, valahol mindenki boldog akar lenni, de mindig valami olyan esemény keresünk, ami örömködhetünk, ami egy kicsit feldobja a hangulatunkat, de a bűnök feletti megszomorodást nem lehet megnézni. Nem lehet megnézni. Van, aki zokogni kezd, amikor felismeri a bűnés, hogy ilyen komolyan kicsit mélyen belül fájlalja. Van, aki így éli meg, van, aki úgy. Van különbség abban, hogy kiben mennyi ideig, milyen módon, milyen intenzitással zajlik. De ezt nem lehet kikerülni. Mert az biztos, hogy a Szentlélek azt munkálja, hogy a bűnei miatt megszólal. Mert az Isten szerinti szomorúság megváltozhatna megtérést szerez az üdvösségnek. Majd az így. Ez a keresztények itt része. És nem csak szomorúrást, vagy egy kis bátorítást is mondjuk, nem csak a szomorúrást munkálta Isten lelke, hanem elérte azt is, hogy az okozzon örömöt, ami az úr. Tehát elérte egy az váltsa az embereket, a hallhatóságot, ami Isten is váltja, és az okozzon nekünk örömöt, ami az úr is. Ezért írja ezt, hogy örömös megtét az, amit ezt. Az örömhír, a bűnbocsánatról szóló hír, az evangéliumot, ez ugye szó szerint örömhír kellene, ezt az emberek örömmel vehetik. Amit Isten örömhírként üzen, az örömként fogadta a hallgatóság. Ez volt Isten lelki a munkája. És azok, akik csatlakoztak az első gyülekezethez, és valóban örültek Isten örömhírének, az kapásból 3000 ember volt az első gyülekezethez. Hát ezeket a fordulatokat, az értelmi és érzelmi átformálódást, ezt úgy hívja a Biblia, hogy megtérés. Mondja is Péter, hogy a térjenek meg. Elhangzott ez a felszólítás akkor, nekik is elhangzik most is. Térjetek meg, forduljatok el a bűntől, mind az értelmetekkel, mind az érzelmeitekkel, és forduljatok oda az Úrhoz, a teljes valótokkal, a teljes életeket. És fogadjátok el Jézus megváltozottak és uratoknak, hiszen Úrra és Krisztussal tettétek is. De a felszólítás közben, a háttérben, a szívek mélyén, és ez van itt. De ott a Szentlélek munkálkodik azon, hogy a mi külszíveinkből is egy összetört szív legyen, és az a hús szívet adja. Ő munkálkodik azon, hogy megérthessünk valamit az igéből, ő munkálkodik azon, hogy felismerjük
mindenki hitáltal a bűn bocsánat ajánlja. Ő pecsételte az atyának, ő volt a Krisztusban, a szőlőtől, a szőlőleszéket. Még itt az úrvacsorai közösségben is azt valljuk, hogy a Szentlélek vezette minket az ige és a sákramentum által Jézus Krisztussal való közösség. Ahogy az elején mondtam, a mi keresztény létünk a Szent Háromság Istenen áll. Az atyán, a fiú és a Szentlélek Istenen, és remélhetőleg ma egy kicsit jobban beleláthatunk arra, hogy mind munkálkodik a Szentlélek. Így talán jobban megértettük, hogy miért jelentős minden ez a pünkösd, és kívánom mindannyiunknak, hogy ezt az átformálódást vigye bennünk véghez Istennek a Szent Lelke, hogy az ő követői lehessünk, mi is mindjárt. Legyen így, Ámen. Jöjjünk most fennállva, hogy hálát és végül. Hadd dicsérjünk és magasztaljunk téged, Urunk Jézus Krisztus, azért, mert te nem hagytad a te tanítványaidat, követőidet, társaság nélkül nem hagytad őket magányosan és szomorúan, hanem elküldted a pártfogót, a vigasztaló Szentlélek. Hálát adunk neked, Szentlélek Isten, hogy eljöttél. Köszönjük, hogy a te munkádat megismerhetjük innen az igédből, hogy már az első napon észrevehetünk, hogy a te áldott jelenléted abban, hogy az igét megértetted az emberekkel, hogy Krisztus felmutattad neki, és hogy a hitre jutás átformálódására átvezetted őket. Urunk, könyörgünk azért, hogy mindannyiunkat erre vezessen. Szeretnék úgy, hogyha átformálni a mi életünket. Látod, hogy mennyi gyarlóság, mennyi hiányosság, mennyi vakvágány, tévút van a mi életünkben. Olyan jó lenne, hogy ebből megszabadulni. És tudjuk, hogy egyedül te szabadíthatsz meg tőle. Tudjuk, Urunk, hogy a bűneinket csak tőle nyertünk, bocsánat, Jézus Krisztus érdemében. És tudjuk azt, hogy a mi gyarlóságunkat te tudod elvenni, és te tudsz utat mutatni egy jobb élet felé, ahol a te áldásaidat örökölhetjük. Így kérjük, Urunk, hogy nyújj bele a mi életünkbe, és add, hogy igazán megismerhessünk téged, hogy igazán leborulhassunk előtte. Valójában segítségünk hívjuk a te nevedet, és rábízzuk egész életünket. Urunk, így könyörgünk a gyülekezetünkért, annak minden tagjáért. Látod, Urunk, hogy milyen nehézségek állunk szemben. Látod, hogy ki mivel küzd a saját életében. Kérjük, hogy erősíts meg őket. Urunk, könyörgünk, hogy erősíts a betegeket, és adj nekik jobbulást. A te gondviselő karoddal ölelt őket és magadhoz. Urunk, hadd kérjük
Thank you.
Istennek szent lelke szálljon iránk, és vezesse minket szent igéd és sákramentumunk által a Jézus Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg, Atyám fiai, én módon szerezte Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. A legbővebben elénk a kereszt Pál apostol, a Korintus pedig gyülekezethez írott első levele 14. fejezetében, a 26. verset kezdődően. Eképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam nektek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakát, amelyen elárulhatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megköveti. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: a pohár, az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isztok a pohárba, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg el nem jön. Az apostol intelmet is fűzött a sákramentummal való éléshez, ezt mondta: azért, aki méltatlan veszi a kenyeret, hogy issza az Úrnak poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Próbálja meg azért az ember magát, és úgy egyék abból a kenyerből, és úgy igyék abból a poháról. Mert aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet teszik és hiszik magának, mivel nem becsül meg az Úr testét. Hallottuk az igét, és szemünk előtt vannak a látható jegyek. Az Úr halálát hirdeti, és annak jó téteményét kínálja nekünk, hogy felkészítsen az ő visszajövetelére. Próbáljuk meg azért magunkat az apostol szavai szerint, fennállva valljuk meg bűneinket. Tiszta szívvel teremts bennünk, és egy erős lelket új is meg bennünk. Látod, mennyi Atyám, hogy mennyire rászorulunk arra, hogy Te tisztíts meg a mi szívünket. Te jól tudod, hogy bennünk van a bűnre való hajlam, és nem csak a hajlam van meg bennünk, hanem sokszor bizony nem is teszünk azt, amit Te tudomottan tiltottál. Ezzel magunknak is ártunk, másoknak is ártunk, és a Te dicsőségedet is megcsorbítjuk, mert nem tisztelünk kérdünk, hanem a saját fejünk után megyünk. Kérünk, Urunk, hogy könyörülj rajtunk, mert a Te kegyelmed nélkül elveszettek vagyunk, a Te kegyelmed nélkül csak a romlás, a halál és a pusztulás várnánk. Ezért hozzád jövünk, akinél egyedül van a bocsánat, hogy kérünk, Te vedd el rólunk minden bűnünket, annak minden terhét, kérünk, hogy Te vesd a tenger mélyére a mi vétkeinket, és a mi skarlátpiros vétkeinket most hófehérre mondunk. Köszönjük, hogy ezt tőled kérhetjük, tőled várunk, és hogy Te meg is adod nekünk ezt ígéretet szerint Jézus Krisztusnak az mi áldozatáért, amelyet a Golgotán bemutatott értünk. Köszönjük, Urunk, hogy erre emlékeztetünk a Szentjét. Kérünk, hogy hagyd a szívünkben igazi bizodalmat irántad. Amen. Bűnei megvallása után tegyünk vallást a mi hitünkről is. Imádságos szívvel mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, ki fogantatik Szentlélekkel,
hisztek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörült, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztus, ti életetek testben elbocsátotta, kinek egyszerű, tökéletes áldozatjával a bűnnek hatalmát és a kárhozatok erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből a Jézus vérének érdeméjét hit által megigazít. Aki hiszi, felejt, ezt hiszem és van. Harmadszor kérdezem, hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézus Krisztust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlanságba öltöztető, általa visz az ő örök dicsőségében. Aki hiszi, felelje, ezt hiszi.
semmi titeket meg ne foszthasson Istennek a szeretetétől, amely kijelentett hozzátok, és megbizonyítottam a Jézus Krisztusban. Legyetek, mint az ő szentei és szeretetei könyörületesek. Öltözzétek fel a jóságot, az alázatosságot, a szelídséget és a béketűrést. Szenvedjétek el egymást is, ha egymásra valami panaszotok van, bocsássatok meg egymásnak, amelyik Jézus is megbocsátott ti nektek. Az Istennek békessége uralkodik a ti szívetekben, amely hivatotok is egy testben. Most jöjjön a testvéreim, fennállva adunk hálát és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, hadd adjunk neked hálát az úrvacsora sákramentumáért. Köszönjük neked, hogy a látható lényeken keresztül is tanítasz bennünket, és biztosítasz arra, hogy Jézus Krisztus áldozatáért, az ő értünk kiontott véréért, eltöltött bűneinket, és kegyelmesen magadhoz fogadsz minket. Kérjük, Urunk, hogy te bátoríts és erősíts bennünket, hogy az ígéretünknek megfelelően tudjunk élni, hogy ne menjük semmibe azt a fogadalmat, amelyet neked tettünk, hanem valóban a te dicsőségedre tudjuk élni hétköznapjainkat is. Kérünk, te adj ezt a bölcsességet, a te lelked vezessen bennünket, hogy helyes döntéseket tudjunk hozni, és hogy téged tudjunk képviselni, akárhol vagyunk is a világban. Kérünk, Urunk, hogy a te áldásod kísérjen mindannyiunkat az otthonainkban, és legyél velünk. Köszönjük, hogy megbízhatod életünket, hol viseljük el, Urunkra. Köszönjük, hogy meghallgatod imádságunkat, legyen áldott a te szentet. Ámen. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 462. dicséretünket. 462. dicséretünket énekeljük. Mind a három verszakával. 462. dicséretünk így kezdődik. Csak vezess, Uram, végig, és fogd kezem. Show us your love.
Önök a heti mozaikot a Kistelekvárosi Televízió közéleti magazin műsorát látták. Legközelebb jövő héten kedden jelentkezünk új műsorral. Keddi adásunk ismétlését vasárnap 10 órától, pénteki adásunk ismétlését vasárnap 14 órától tekinthetik meg. Iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket Facebookon, ahol eddigi adásaink mellett egyéb tartalmak is visszanézhetőek. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!